20 éves hűtőjét mutatja Lehocki Károlyné. A gép hangos, sokat is fogyaszt, szóval megérett már a cserére. Az asszony egyedül él, a nyugdíjból nem telik újra. A pályázatról nem hallott még, de egyedül nem is fogna bele az ügyintézésbe. Hát csak a gyerekek segítségével, mert én annyira nem van internetem, de ez, hát úgy használjuk, hogy amiatt, hogy ugye a Skype-on tudjunk beszélni együtt a gyerekekkel. Márpedig pályázni csak interneten lehet. A kiírás szerint elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül ügyfélkapus regisztráció után lehet jelentkezni, és persze a szükséges dokumentumok beszkennelt másolatát is csatolni kell. Ez pedig sokaknak feladja a leckét. A felmérések szerint a magyar felnőttek harmada, főleg az idősebbek egyáltalán nem használják az internetet. A GKI gazdaságkutató vezetője szerint a rendszer túl bonyolult, ezért sok rászoruló eleshet a támogatástól. Éppenséggel lehetne egy radikális egyszerűsítést is, tehát hogy egy viszonylag kisebb adminisztrációs kötelezettséget előírni, viszont utána hatékonyabban ellenőrizni. Kerestük a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy tervezik-e az otthon melege pályázat egyszerűsítését. Levelükben azt írták, a Magyarországon elérhető pályázati lehetőségek között ez az egyik legegyszerűbben és legkönnyebben igényelhető. Aki nem használ internetet, az is kérhet segítséget, mert egy meghatalmazotti nyilatkozattal bárki beadhatja a pályázatot az igénylő nevében. A legújabb csereprogramot hétfőn hirdették meg, az államtitkár akkor sikerről beszélt. Reggel 8 óra óta mintegy 4000 pályázat érkezett be, az Észak-Alföldi régióba kezdtük meg a pályázatot. Bízom benne, hogy úgy, ahogy korábbiakban, most is ugyanazt a sikeres pályázati szériát fogjuk tudni tartani. Eddig minden régióban néhány óra alatt kimerült a pályázati keret. 2014 óta az Otthon Melege programban 130 ezer öreg háztartási gépet cseréltek le a családok, de még így is a magyar géppark a legelavultabb Európában. A háztartásokban működő hűtők negyede és a fagyasztók fele 15 évesnél is öregebb.